A Kupuszinai József Attila Általános Iskola napköziseinek előadása után kapták meg a leendő elsősök a babacsomagokat. A Bezdáni Bójics Evelin és férje a 8 éves ikerpár Emina és Dávid után harmadik gyermeket is vállalt. Ármin most másfél éves. Így igényeltük az anyasági támogatást, de az anyakönyvezés az még most van csak folyamatban. Úgyhogy nagyon örülünk ennek a támogatásnak, meg a babacsomagnak is, úgyhogy jól esik azért, hogyha az emberrel törődnek, úgymond az anyaországban. A több gyermekes családokban a testvérek is kaptak ajándékot. Hajnal Jenő, az MNT elnöke hangsúlyozta, a magyar állam a születéstől kezdve felnőtté válásig és azon is túl támogatja a határon túli magyarságot. Ez egy biztos hátteret nyújt. Ahogyan a gyermek születésekor ugye a családban nagy öröm van, majd utána a közösség örül, hogy gyermek van, ha keresztelő van, most pedig az egész nemzet örül nekik. Ez az a jelképes üzenet, amelyet most mi ezzel a csomaggal, hála a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, hogy átadhattunk. Az eseményen elhangzott, fontos az, hogy a magyar kormány támogatásával nem csak a tömbben, hanem a szórványban is át tudják adni a babacsomagokat. Szeretném megköszönni a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy Nyugat-Bácskára is gondolt. Itt azért sokkal nehezebb körülmények között élnek a magyarok, itt nincs annyi intézmény, mint a tömbben, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szórványban élő magyarságra is különös figyelem forduljon. Most a családokra, az icipici gyermekekre, de a mindennapokban is gondolunk Nyugat-Bácskára, számtalan támogatási lehetőséggel, valamint reményeink szerint szeptember újra tudunk a Petőfi Sándor program keretében ösztöndíjast is küldeni. A gazdaságfejlesztési program is a Nemzetpolitikai Államtitkárság pályázatain túl az év hátra levő részében a kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, gyermekorvosoknak, védőnöknek biztosítanak majd számtalan lehetőséget, tette hozzá Piricsiné Szabó Judit.